Sziasztok, Zoli vagyok, ez pedig az összeraklak következő része, amiben visszatérünk az Engine Do It Yourself által küldött termékekhez. Az előző termék, amit tőlük kaptam, a V8-as motor volt, amit három videóban be is mutattam a csatornán. Egy hatalmas kihívásokkal teli projekt volt, nagyon élveztem, és ez a termék, ami itt lapul ebben a dobozban, ez is egy olyan készlet, amihez hasonlóval még sosem volt dolgom. Tartsatok velem, és együtt megnézzük, hogy mi lapul a dobozban. Szerintem nem is fogom tovább vesztegetni az időt, bontsuk ki, nézzük meg együtt a tartalmat. Én már felmondottam, azért belenéztem, mert egy elég értékes cuccról van szó, hogy biztos, hogy megvannak benne a darabok. Szerencsére ez így is van. Szépen kapott egy ilyen felső borítást is, és akkor nincs külön doboz benne, hanem, mint látjátok, a készletnek az elemei, az így vannak belecsomagolva ebbe a habszivacs tartóba. És ha esetleg még nem találtátok ki, meg hát korábban már néhány videóban el is mondtam, ez bizony egy PT6A gázturbinás sugárhajtóműnek a kicsinyített durván 35 centis modellje lesz, aminek az anyaga 3D nyomtatással, valamint CNC marással készült. Elég durva áru készlet, tehát $230 körül van a teljes ára, ami olyan 80-90 ezer forint. Elvileg működik is, tehát egy 12 voltos áramforrásra csatlakoztatva, akkor szépen forog benne minden, ahogy kell. Hát a légcsavar az nincs hozzá, mint ugye a hajtóművekhez szokott csatlakozni, de nem baj, remélem, hogy működni fog rendesen. Még ebben a videóban annyit szeretnék, hogy ezt kiszedem, és nézzük meg, hogy körülbelül mik találhatók benne. Szerintem erre sincs szükség, úgyhogy kipakolom az elemeket sorba, habár még nem tudom, hogy mi mire való. Valamint utána néztem előzetesen, és nincs benne papíralapú összeszerelési útmutató, hanem digitális formában kaptam meg, és talán ezzel kapcsolatban vannak a legvegyesebb, talán negatív érzéseim, ugyanis egy alig 20 oldalas Word dokumentumba beilleszgetett képekből, sematikus képekből álló útmutatót kaptam. Hát, nagyon-nagyon meg kell majd nézni, mit hova rakjak. Szerintem a kész modell képét is kell majd hozzá erősen vizslatni. Egy ilyen drága készlethez én azért egy sokkal-sokkal komolyabb útmutatót összeraknék, kedves SkyMech, ugyanis a SkyMech a gyártó. Nos, van egy ilyen hosszú elemünk, mint mondtam, fogalmam sincs, hogy mire valók ezek. Itt van a SkyMech Man, mint gyártó, ez lesz valószínűleg ugye az állványa. Egyéb kis elemek. Itt van egy cuki mélyzöld, hasonló színű a tetőnk. Inkább ide rakom. Ilyen bronz színű elemek. Ez itt szépen össze van gumizva. Ezt szerintem ezt így békén is hagyom. Valószínűleg az egyik oldali borítása lesz. További borítások. Megint egy borító rész. Hát ugye azért nem egy kis készletről beszélünk, úgyhogy ennek függvényében a testének a borításához is több elem tartozik. Még belső elemrészek, további bronz színű, ilyen, hát nem is tudom, mik ezek, fogaskerék-szerű elemek. Kör alakú, van itt minden bőven, azt látom. Aha, itt csavarok rejtőznek, és itt van maga a motor, ami hajtja, még egy kis borítással. Mint láthatjátok, van itt azért jó pár alkatrész, habár nem egy iszonyatosan nagy elemszámú készletről van szó, hát a csavarokkal együtt 100-120 darabos lehet körülbelül. Remélem, hogy a csavarból csak egyfajta, igen, ez úgy látom, hogy csak egyfajta, legalább nem fogok belekeveredni, és más ebbe nincs, tehát kifújt. Ezt meg majd szétszedem összerakáskor. Úgy látom, hogy a motorhoz külön nem jár
elemtartó, hanem ezt közvetlenül kell rácsatlakoztatni egy 12 voltos áramforrásra. Nos, ez egy teljesen új projekt, egy teljesen ismeretlen készlettel. Nagyon remélem, hogy megbirkózok az összeszerelési útmutatóval. Ha kíváncsiak vagytok ti is ennek a készletnek az összerakására, bemutatására, akkor nézzetek majd vissza a csatornára, vagy kapcsoljatok be az értesítéseket lent a csengő ikonnal is, akkor kaptok róla értesítést, ha videót töltök fel. Hasonlóan az eddig készletekhez ez is 3 videós lesz. Most ez az unboxing, lesz egy teljes összerakás, és lesz majd egy bemutató videó. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, légy a csatornára, mert az fontos, ezzel is támogatásotokat kifejezve lassan elérjük az 1000 feliratkozót. Ha nem értük még el esetleg, mert már mikor a videót veszem fel is 940-en vagyunk, ami hirdatlan jó szám. Én nagyon örülök neki, köszönöm szépen eddig is mindenkinek, aki feliratkozott. Lájkolhatjátok is nyugodtan a videót, és tartsatok velem az elkövetkezendő bemutatókban is. Az Engine Do It Yourself-nek pedig még egyszer köszönöm szépen a bizalmat, és hogy ilyen értékes készleteket is küldenek nekem bemutatásra. Mára ennyi volt, további szép napot nektek, sziasztok!